Három kutyám van, 5 éves retriever, pár és 4 éves törpeuszkár. Hogyan vigyázzak arra, hogy ne egymás kajáját egyék? Igen, értem a kérdésben a rejlő hátteret, mert hogy nyilván a tulajdonos eléggé érti és képzett, és tudja, hogy a nagytestű kutyának a tápösszetétele azért nem teljesen pontosan egyezik meg a mini vagy kistestű kutyának a tápösszetételével, de nagy vonalakban azért hasonló vagy egyforma kosztról beszélünk. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a kérdés egészségi oldalát kell feszegetni, akkor én azt mondom, hogy olyan nagy hibát nem követünk el, hogyha egyszerre etetjük őket, és egymásába beleesznek. Itt inkább arra kell majd ügyelni, és az a fontos, hogy ha van egy picivel erőszakosabb, éhesebb, és az evésre jobban koncentráló a három közül, akkor az képes ellenni a másik kettő elől a tápot, a táplálékot, amelyet hosszú távon azért mindenképpen kórosnak kell ítélni. Részben azért, mert ez a kutya meg fog hízni, részben azért, mert a másik kettő pedig hát nem jut megfelelő mennyiségű táplálékhoz, ezek meg soványodni fognak, tehát ez a kérdésnek a másik fele, erre is figyelni kell valóban. Ha másképpen nem megy, akkor külön-külön kell etetni. Másik helységben, vagy más időben, és erre rászoktatni a kutyát, hogy most csak a nagy kutyák kapnak, és azok ehetnek akár egy tából is, és aztán a kiskutya egy másik szobában, vagy egy másik időben, térben elválasztva, akkor ez megoldható nyilván.